A nyár folyamán több tucatnyi hegyvidéki utcát, lépcsőt és járdát hoznak rendbe. Van, ahol már be is fejezték a felújítást. Így például elkészült a Németvölgyi út tavaly elmaradt 200 méteres szakaszának korszerűsítése. A Csonka és a Költő utca sarkán kijavították a járdahibákat, rendbehozták a lépcsőt az Istehegyi lejtőn, és már a Normafa úti parkolóban is zökkenőmentesen lehet közlekedni. A szakemberek emellett a Költő utcai támfalat is megerősítik, a kivitelezés néhány héten belül be is fejeződik. Az útfelújításokra ebben az évben is több 100 millió forintot fordít az önkormányzat. A fejlesztésekhez szükséges forrást a kommunális adóból befolyó összegből biztosítják. A munkák ütemezéséről minden esetben a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület dönt. Mindegyik körzet, mindegyik kerületrész képviselteti magát benne, és hát az ő vitáik alapján alakul ki ez a sorrend. Most már évekre előre van egy tervük vagy programjuk, hogy hogyan szeretnének előre haladni, és ebből éppen abban az évben mi valósítható meg. Egy külön program keretében a Hegyvidéki Városháza tér is megújul. A munkák június közepén kezdődtek el. A jó időnek köszönhetően az ütemtervnek megfelelően tudnak haladni az átépítéssel. Az új főtéren padokkal ellátott térlépcsőt, sétányt, ligetet és fasorokat alakítanak ki. A gyalogosok és az autósok pedig rendezettebb viszonyok között tudnak majd közlekedni. Ez a fejlesztés várhatóan október végére készül el teljesen. Budapest a turizmusban is húzóerőt képvisel. Június végéig a fővárosban látogató turisták mintegy 4 millió vendégészakát töltöttek el a hotelekben, szállodákban. 10-ből 9 vendég külföldről érkezett. Budapest a német, osztrák, brit, lengyel, olasz és amerikai turisták körében a legnépszerűbb. A kedvező árak mellett a turisztikai célú fejlesztéseknek, valamint a bővülő gasztronómiai és kulturális kínálatnak is nagyban köszönhető a fellendülés, mondja Ruszinko Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár. Fantasztikusan megújult a főváros mind látványában, mind turisztikai kínálatában. Nagyon sok középület megszépült. Ugye a belvárosnak egy nagy átfogó rekonstrukciója zajlott le az elmúlt években, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a turisztikai szolgáltatások és a szolgáltatók tehetsége, szorgalmas munkája és a kínálat nagyon látványos megújulása akár szálloda, akár éttermi fronton említésre méltó. Az első fél éves adatok alapján a kereskedelmi szálláshelyek bevétele meghaladta a 88 milliárd forintot. Ez 11%-os bővülést jelent a 2014-es évhez képest. A belföldi turizmus élénkülésében a szép kártya játszott meghatározó szerepet. Kevesen tudják, hogy a bőrtérő sugárzás az évek folyamán összeadódik, és jelentősen közrejátszik a bőr öregedésében. A túlzásba vitt napozás jellemzően nem csak ráncosabb bőrt, pigmentfoltokat, de akár bőrrákot is okozhat. Ennek a veszélynek leginkább a fehérbőrű emberek vannak kitéve. Megfelelő ellenőrzéssel azonban csökkenthető a rák kialakulásának kockázata. Nem egyszerű, mert szinte ugyanolyan bőrrel változás mondjuk a laikus számára, és egész különböző az indulatja. Lehet, hogy teljesen ártatlan, az életben nem okoz problémát, pedig sötéten pigmentált és barna, a másik is sötéten pigmentált és barna, és ott bizony rögtön intézkedni kéne. A káros sugarak nem csak a bőrre, a szemre is komoly veszélyt jelentenek. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy olyan napszemüveget vásárolnak, ami a kor szelleme szerint nem takarja teljesen a szemet, és nem illeszkedik az arcnak az ívéhez. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy az oldalról érkező napsugárzás, UV-sugárzás az célt talál a szemen belül. Ugyanis nagyon kevesen tudják azt, hogy az a rettegett melanóma nevű betegség, az nem csak a bőrön jelenik meg, hanem a szem belsejében is megjelenhet, és az bizony ugyanolyan végzetes betegséget jelent az emberek szemére, ha azzal találkoznak, hát ha időben nem diagnosztizálják. A szakember szerint a legjobb az UV-400-as jelzéssel ellátott napszemüveg, ez teljesen megszűri a káros sugarakat. Hozzátette, borult időben is szükséges a szem és a bőr védelme, mert a káros sugarak ekkor is jelen vannak a levegőben.